Sok szeretettel köszöntjük a kedves pécsi nézőket ezen a reméljük csodálatos vasárnapon. Hiszen minket gyerekeket vesznek körül kedves, meleg, szerető szavakkal. És mi miattunk rendeznek mindenféle rendezvényt a városban. Mi vettük birtokunkba a Pécs Városi Televízió stúdióját. Azt mondták, mindent csinálhatunk, csak a berendezések maradjanak. Erre mi ígéretet tettünk. Ma nevetni, vidámkodni, játszani hívunk benneteket, otthon ülőket is. Lesz rejtvény, telefonos játék. Az itt jelenlévők közül pedig csapatokat fogunk kialakítani, akik összemérik tudásukat, például a fenekükkel. Bemutatunk egy irodalmi összeállítást is. Érezzétek jól magatokat a készüléketek előtt, és szórakoztatok jól. Hangulatindítónak már is egy kis torna. Ha akartok, tartsatok velünk, Marika néni fogja nekünk mutatni a gyakorlatokat. Szervusztok, gyerekek! Szeretek tornászni? Aki szeret tornászni, emelje fel a kezét. Nagyszerű, akkor álljatok fel, helyezkedjetek el egy kicsit, hogy mindenki elférjen, és néhány torna gyakorlatot elkezdhetünk. Remélem máskor is fogtok otthon tornászni, amikor én nem mutatom, minden reggel egy-két gyakorlatot, legalább ennyi. További jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Ismét hangulatindítónak, már is egy-két vicc. Ki tud itt közületek jó viccet mondani? Attila, két bagoly ül a fán. Azt mondja az egyik, nekem azt mondta az Isten, hogy én vagyok a világon a legszebb madár. Megszólal a másik, én ilyet nem mondom soha. Petra? Egy oroszlán kölyök egy ember kengett a fa körül. Rászól az anyja, mondtam már, hogy ne játssz az ennivalóval. Melyik a legbutább hal? A szardénia, mert bezárja magát egy dobozba, és kívül hagyja a kulcsot. Most pedig rejtvény, játékos kedvű gyerekeknek. Aki játszik, egy rövid időre el kell hagyni otthonát, de megéri, higgyétek el. A város három különböző szökőkutyában elrejtettünk 20-20-20 darab szörös kupakot. Ezeket kéne kihalászni. Bármivel dolgozhatok, vödörrel, merőkanál, esetleg merítőháló. Teljesen rátok van bízva. A három szökőkút közül az egyik a Körösi Csaba Sándor úton található, tehát a Mecsek áruház mellett, a másik a Szent István téren, de az alsó szökőkút, a harmadik pedig az Apácai Nevelési Központnál. Jó lenne, ha megkérnétek szüleiteket, hogy vigyenek el titeket autóval. Sokkal gyorsabban menne a dolog. Tőlünk is jelentkeztek már. Kik lesznek azok? Roland, Karcsi, Attila, Dani, Gábor. Már is indulhattok, egyre figyeljetek. 4-8-ig vissza kell érni a stúdióba, és természetesen a Lánc utca 6-os számos stúdióba. Még mindig játék. Most azok játhatnak, akiknek otthon telefonjuk van. Kakukk tojás következik. Tudjátok mi az, amikor egy csoportból ki kell választani az oda nem illő szót? Nos, a képernyőn három ilyen csoportot fogtok látni, abból kell kiválasztani a kakukk tojást, a három kakukk tojást.
Telefonjaitokat a 32-333-as telefonszámon várjuk 4-8-ig. Tehát ismétlem, 32-333. Tudjuk, hogy mi is gyerekek vagyunk, de azt is, hogy vannak nálunk még kisebbek, akik nagyon szeretik a mesét. Az ő kedvükért hallgassuk meg barátunktól, Józsitól egy rövidet. Mindenki ismerte a faluban rossz csontböskét, aki olyan rossz volt, mint száz ördög, de még rosszabb is. Valóságos kis ördög volt, aki mindig csak kárt okozott. Egyszer felmászott a kerítésre, azután letaposta a káposztáskertet, kővel dobálta meg a kis csirkéket, betörte az ablakot, egy szóval egész nap rosszalkolott. Az öreg harangozó nagyon csóvált a fejét, valahányszor rossz csontböske gonoszságáról hallott, és egyszer így szólt hozzá. Megállj, böske, egyszer felviszlek a toronyba, és bezárlak a toronyszobába. Ott ezután majd meg fogsz javulni. Én még ott sem félnék, nyelvelte a kis haszontalan. Egy este az édesanyja az ágyba fektette. Böske lemunta a szemét, és az anyja azt hitte, hogy már elaludt. Ezért kiment a szobából. Több sem kellett böskének. Magára kapta ruháját, és halkan kisúrant a házból. Késő este volt, és egyenesen a templomhoz ment. A templom ajtót nyitva találta, ezért bement rajta. És mindjárt neki indult a sötét torony lépcsőrák. Az ötödik fordulónál megpihent, és figyelni kezdett. Furcsa zörgés kattanás zúgást hallott. És folytatta tovább az útját. Csak hamar felért a toronyszobába, és de amikor átlépte a küszöböt, hatalmas dörrenéssel becsapódott mögötte az ajtó. Jaj, ki csapta be az ajtót? Kérdezte ilyettem, de azután nevetve így szólt. A szép! Halványfény derengett a toronyszobában, és meglátta az óraszerkezetet. Elhatározta, hogy elrontja, és akkor majd basszankodni fog a harangozó. De abban a pillanatban érezte, hogy valami hozzádörgölődzik a lábához. Jaj, jaj, kiáltott fel. Nagyon megijedt, és az ajtó felé futott. De eltévesztette az irányt, és neki ment a falnak. De erre nagy futkosás, zörgés, csörgés hallatszott a toronyszobában. Mintha száz szellem szaladgált volna körülötte. Az ijegységtől kirázta a hireg, és sírva kereste az ajtót. Végre megtalálta a kilincset, és úgy szaladt le a lépcsőn, mintha száz ördög kergette volna. Jajgatva szaladt az utcán, és amikor a kapuban meglátta édesanyját, a nyakába vonult. Hol voltál, kislányom, már mindenütt kerestelek, mondta az anyja. Azt a toronyszobában, hol megkergettek a szellemek, sírta a böske. Nincsenek szellemek, böske, vigasztalta az anyja, hanem egerek vannak, bizonyára azok ijesztettek meg. Jaj, soha többé nem akarok a toronyszobába menni. Ettől fogva nem volt baj böskével, mindig jól viselkedett, de ha mégis haszontalankodni próbált, így szóltak rá. Ha nem viselkedsz jól, felviszünk a toronyszobába. Ettől úgy megijedt, hogy rögtön megjavult. Köszönjük szépen! A nagyon kedves mese után figyeljétek tovább irodalmi műsorunkat, melyet az Arma Gyermek Színház tagjai adnak elő. Néztem a fölkelő napot, és álmomban énekeltem. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Zsibzsú, kenezsú, ha megázni, kidobjuk, zsupsz! Tavasz tündér égikéken, napsugárral játszik éppen. Napsugarak sorakoznak, tündér szóra versenyt futnak. Ahogy leérnek a földre, pálna a fűnek bomlik zöldje. Kipattan a sárga pippang, vattatka, illa kringlan. Kinyílik a madácsor is, tavasszák a levegő is. Hát én immár kit válassza, virágom, virágom. Te engemet, én téged.
nem prédikálom, mind szeretem, mind csodálom, tavasszal, mind alig várom. Ki kellett itt van, ilyen korán, újra vidíthat fény, sűrű ár. Völgy, liget, ó, hogy csörög a patak, ezek a dombok, ez az a pad. Itt tüze friss, kék, bérc, ragyogó, hajnizsög ismét, aranyató. Nyílik a bimbó a nap elé, zümmög a ringó, szirmon a mély. Mozdulat illat kérre meg ő, izgat és altat a levegő. Este van már alkonyul, nyuszi fülen lekonyul, dorombol a kis cica, aludj te is, Katika. Hogyha volnék margarét, szélben réten ringanék, kavics volnék, csörögnék, búgócsiga pörögnék. Ó, még mi is lehetnék, ha kedvemre tehetnék, szegény asszony zsebébe, kerekpénz a kenyérre. Kis lovacska fabábú, törött torrú, falábú, kicsi gyermek kedvére, ráülnék egy medvére, de ha volnék kalár is, bámulhatna fél pár is, inkább Pestre, Budára utazom fel a nyárra. Gyere velem, pajtásom, legkedvesebb barátom. Zümmög a cserebogár, ugrik a szöcske, szökken, pattan a réten, hopp. Száz pici katalinka röpköd a szélben, s mókás hajnali táncot rop. Fénylik a fa levele, villog a harmad, százezer icipici gyémántja. Szélcsibe csipegeti pirkadat óta, s mégsem csökken az étvágya. Fecskét látok, szemnőt hágyok, mind másra ragadjon. Csí! Gólyát látunk, szaladjunk, nehogy tusszák maradjunk. Kinyílott az idő, mint egy virág. Barkázik, rügyezik a fűszfaág. Kék ég alatt kék füst tollászkodik. Bontja szárnyát föl a sárga napig. Sörögnek, forognak szántóvetők, gyonyány lepi be a tetőt. Pipe virág között pipe-tipe, kacagják a szőke vizet. Ez a kislány beteges, nem szereti a leves, meg a leves paprikás, ez a kislány hepikás. Legények, betyárok, rajtosabb gatyátok! Mi szépséges ez az erdő, benne fű, fa, vadvirág nő, s lakik ott száz madár, vagy annál is több talán. Csicseregnek, dalolgatnak, idejében fészket raknak, szorgoskodik valahány, a száznál is több madár. Gondoskodni, ez a vágyuk, s ki kell pelyhes fiókájuk, felnőnek, mind szárnyra kelnek, szüleik több búcsút vesznek. De az erdőt el nem hagyják, örömüket eldalolják, hogyha ott jársz, halkan, csendben, te is gyönyörködhetsz benne. Kis híd, deszka híd, az át téged hová vitt? Három csacsi szürke törtek, ott bámult a víztükörbe. Nem szedtek ők szép csokrétát, legelték a margarétát. Csőkük három rétre sétált, fülük hat mezőre szétált. Csacsi állt a deszkahíd, az ár hová vitt? Gyöngyág, rózság, hová lett a bóbitád? Három lepke, kék, zöld, sárga, ott lép bent a napsugárba. A virágot ők se szedték, csak a szirmát érintették, úgy sodorták az illatot, mint egy sejem gombolyagot. Lepke öte rózsák, hol a bóbitád? Kőház, messzi ház, parazsadra kivigyáld. Három kislány, fürge szőke, ottan fűzött cérna a tűbe. Füzögettek, tüzögettek, aztán virágot is szedtek. Három csokor lett belőle, így tipegtek esküvőre. Lányok lakta messzi ház, rád most kivigyáz. Tisza partján mandul a fa virágzik, mandulája vízbe hull és elázik. Terem még a mandulafa mandulát, mandulát. Tisza parkán nevelik a szép leányt. Miből van a pátrikás? Hajnapiroságból. Miből szőtték a ruhát? Kék-kék bársanyából. Miből van a kötékén? A vasok havából. Hát te maga miből van? Mezők harmatából. Búj, búj, zöld rák, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Te is jársz, hová mész? Merre nyájam reggelés? Hát a nyájad merre jár? Merre zöld füvet talál? Hallod, ezek is ruhász? A farkasért mit csinálsz? Megmarkolom a botom, s a farkast meggurradom. Hú! Tudom én már, mit csinálok? Üvegesinasnak állok. Apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Kertész leszek, fát nevelek, kellő nappal én is kelek. Nem törődöm semmi mással, csak a beojtott virággal. Minden beojtott virágom kedvesen lesz virágárom. A család lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Jó, tejet iszok és pipázok, jó híremre jól vigyázok. Nem ér engem veszedelem, magamat is elüldzetem. Kell ez nagyon, igen, nagyon,
nap keleten, nap nyugaton. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Tudom én már, mit csinálok! Asztalos idostok állok! Apró ágyakat csinálok! Apadám mondnak a lányok! Szeretném, ha vadalma felennék, s hogy testemből jól lakhatna minden éhező kisgyermek árnyaimmal betakarva. Szeretném, ha vadalma felennék, s minden egyes árva gyermek, ha keserű könnye pereg, felkeresni, s könnyével öntözni meg a tövemet. Szeretném, ha vadalma felennék, miha majd egykor kiszárad, és a télapó kivágat, lángjaival felszárítná könnyeit a bús árváknak. S ha csak ugyan vadalma felennék, volna öröm a földön, és sehol semmi bú, szenvedés, s a mosolygó fejeket nem bántana az elköltözés. Tudom, hogy már nincs nálok, gerencsérinosnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Az én falkám olyan falka, ondolálva van a farka, orrukban csak magyar mód, csillog egy kis arendrót. Van egy pöszek kis malacom, fővárosi grúr kisasszony, sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelíd szóra, kezes nagyon, az ha fogja s egyet túl, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt az csak datolyafán, azt ha fúvom hullamak, a fák táncra állanak. S ahány felhő összeszalad, ha csürdítem ustoromat, rézenyele szikrázik, de sok szoknya megázik. Milyen szép nagy az a tó, megveszem Helladon. Meg a nádast, meg a hegyet, meg az esőt, meg a szelet. Szélben úszó falevelet, fecskét rigott vaddudakat, megveszem a napsugarat és a göncöl szekerét, rúdját s a négy kerekét. De ha megveszed a tavat, esőt, szelet, madarakat, szállni indult fedezet, vagy az erdőt, vagy a hegyet. Ha eladják, ha megveszed, hová viszed, hová veszed? Hova tenném máshova? Ahol voltam, csak oda. Tavat a medrébe, göncölt vissza az égre, hegycsúcsát az ég aljára, nádast a tópartjára, falevelet őszi szélnek, ahol voltak, csak ott szépek. S azután az egészet ajándékba adnám nétek. Kiskereskedők, viszonteladók, figyelem! 1991-től a Váci Forte gyár a kiváló minőségű Samsung kazetták egyedárusítója. A rendelhető minimális mennyiség 200 darab. Folyamatos, raktáról történő szállítást biztosítunk. Címünk 2600 Vác, Vám utca 3. Szellemileg fáradt? Gerincbántalmai vannak? Fáj a dereka? Rossz a tartása? Húzza ki magát! Inverzorral önmagát kezelheti, mintha súlyfürdőben lenni. A Pécsi Agroker áruház megpróbál minden igényt kielégíteni. Az emeleten például növényvédelmi és kertészeti szaktanácsokat kaphatunk Bodó János osztályvezetőtől. Tavasz van, kihajtott a szőlő. Milyen növényvédőszerekkel védekezhetünk a kártevő kórokozók ellen? Fenoszpor ellen nagyon jól lehet most használni az inekkészítményt, ezen kívül az ortocidot, vagy más néven bubicitkát, valamint a ritán készítményeket. Szőlőknél egyre inkább nagy gondot okoz az atta probléma. Akik ilyen szőlőt látnak mostanában, azoknak feltétlenül kell védekezni atta ellen. Van egy új készítményünk, a Nissorun, egy japán készítmény, amely 60-70 napig megöli a tojásokat. A mecseki borvidéken nagyon sok az őszi baracka szőlőkben. Mivel védhetjük meg? Igen, az őszi baracskoknál egy nagy gondot okoz az utóbbi években, főleg ez a korai csapadékos, párás, hűvös levegő nagyon kedvez egy betegségnek, amit úgy hívunk, hogy taprinás levélfodrosodás. Kaptunk egy új készítményt, a Delánt, ami kimondottan erre a taprinás levélfodrosodásra jött ki. Egy ilyen készítmény fél deci és 70 liter vízhez elegendő, és 10 naponta kell vele védekezni, addig, amíg az első levelek a teljes felességet el nem érték. Én a Garancia Rt-ről eddig jókat hallottam, de most nehéz elhinnem azt, hogy a Garancia ezen túl lopni is fog. Nem a Garancia fog lopni, hanem ezek a gépkocsik fognak lopni. A tilosban parkoló gépjárművek elszállítására vállalkoztunk közvetve. Tehát forgalomba hoztunk olyan szerkezetet, amely a tilosban parkoló gépkocsikat gyorsan, sérülésmentesen elszállítja. Jól az gyártványú, nagyon praktikus, gyakorlatilag egy személykocsi is tudja ezt vinni, és a városban
parkoló gépkocsikat nagyon gyorsan el tudja szállítani. Természetesen tilosban parkoló gépkocsikat. Elképzelésünk az, hogy az ország városaiban, nagyvárosaiban ezt bemutatjuk, többek között Budapesten, ahol a budapesti telepünkön már tartottunk egy bemutatót ezekkel a szerkezetekkel, de szeretnénk kibővíteni a megyeszékhelyeken, és felvállaljuk ennek a forgalmazását. Most a rendőrséggel felvették-e már a kapcsolatot? Nem, sokat segíthetnének vele. Igen, a rendőrséggel felvettük a kapcsolatot. Pécsett történt egy megállapodás a rendőrséggel és a szemközti Interglobe nevezetű céggel, ha pontos vagyok, akik felvállalták ezeknek a járműveknek az elszállítását. Természetesen itt mi partnerek vagyunk abban a vonatkozásban, amennyiben igénylik, hogy ezeket a szerkezeteket tőlünk megvásárolhatják. Jelen pillanatban 10 darab van belőle, de igény szerint rövid úton egy hónapos szállítási határidővel tudjuk biztosítani. Az imént Komáromi István, a Garancia Részvénytársaság igazgatója beszélt az újdonságról. Köszöntöm azokat a gyerekeket, és persze felnőtteket is, akik kicsit később ébredtek fel. Az ő kedvüket még egyszer elmondom, hogy ma itt a stúdióban játékos rendezvényeket rendeztünk. Néhányan, de reméljük sokan, már elmentek a város különböző szökőkutyához, hogy az ott található kupakokat kifogják és elhozzák nekünk. Most pedig kakukktojás következik. Az otthon ülő gyerekek figyeljenek! A képernyőn hamarosan láthatok 3 állat és növénynevekből álló oszlopot. Mindegyikben van 1 darab kakukktojás, tehát összesen 3 kakukktojást kell megtalálnotok. Melyek nem illik a többiekhez? Ha tudjátok, hívjátok fel a 32-333-as telefonszámot. Értékes jutalmat kaphatok, ha helyesen tippeltek. Tehát a telefonszám még egyszer 32-333. És a jutalmatokat kedden délután vehetitek át. A 3 szökőkútnak a neve pedig, az egyik a Körösi Csoma Sándor úton van, mégpedig a Mecsekáruház mellett tehát, a másik az Apáccai Nevelési Központnál, a harmadik pedig a Szent István téren az alsó szökőkút. Sörös kupakokat kell tehát kihalásznotok, hozzátok őket, kíváncsian várjuk, ki lesz a legügyesebb. Annyi utalmat kaptok, mégpedig csokit, amennyi sörös kupakot behoztok. Ki tud így bűvészkedni közületek? Senki? Bizonyára szeretnétek megtanulni. Ha igen, akkor lehet jelentkezni Fülöp Gyula bűvésziskolájába, melyet a Vidán Parkban tart, igen kellemes környezetben. 2 tanítványa fog nekünk bűvészkedni. Kistót Attila, 6. osztályos tanuló a Jókai úti általános iskolából, és Vas Kriszta, 7. osztályos tanuló a 2. gyakordóból. Jó szórakozást! Szervusz Kriszta, látom, megjöttél, figyelj, nagyon szép kabátod van, figyelj, nem baj, ha egy kicsit megvagdosnám itt alul, fölül. Mit akarsz csinálni a kabátommal? Egyszerűen itt átszúrni középen. Figyelj. Jézus Mária. Figyelj, átszúrjuk, próbáljuk nem lesz meg, semmi jó, baj, kedvé, fogjuk ezt az egészet, itt az újság, ezt tudod mire kell, hogy ne látszódjon, milyen csúnya Lukas lesz. Tehát fogjuk, és itt az olló, csak a nyelével mindig baj szokott lenni, az sose szokott kijönni. Látod, milyen csúnya nagy lukat hagyok. Mit csinálsz te az én kabátommal, Attila? Hát most éppen az ollót bányászom ki, tehát itt van az egész Lukastól. És figyelj, akarod, hogy eltöntessem? Hát nagyon jó, szeretném. Figyelj, igen. Az újság nem fog eltűnni, csak a luk, tehát fókusz, fókusz, és már is eltűnt. Azt hiszem, jól tényleg csináltam. Attila, gratulálok, nagyon ügyes. Kösz. Egyik nap Japánban jártam, és ott találtam ezt a nagyon szép újságot. Ők ezt víztárolásra szokták használni, fognak ez egész egyszerű újságot, és ebbe szokták beletartani a vizet, azt hiszem így csinálják. Tehát fogják az újságot, egy picit kinyitják, hogy legyen mibe beleönteni, és fogják így egész egyszerűen beleöntik. Tehát benne van az újság, a vízben jobban meg nem is lehetne megmutatni, tehát egész egyszerű. Rászárad a papírra a víz, az a magyarázata, tehát még meg is lehet fordítani az egészet,
nem fog kijönni belőle a víz, tehát garantálom, hogy otthon is ki lehet ezt próbálni. Fogjuk az egészet, ha miután kiöntjük, utána még meg is változtatja a színét, tehát egész szép lila lesz. Ha benne marad egy pici, azt benne lehet hagyni, tehát nem szárad rá. És most pedig engedjék meg, hogy bemutassam a kedvenc mutatványomat. Az az igazság, hogy bármennyiszer kártyával bűvészkedek, utána a nézők mindig megkérdezik, hogy pénzt nem tudsz csinálni. És valahányszor bűvészkedek, ezt mindannyiszor megkérdezik tőlem. Végén már nagyon megelégeltem, és úgy gondoltam, hogy ki kéne találni azt a trükköt, hogy hogyan lehet egy pár kártyából pénzt csinálni. Nem kell hozzá a különleges kártyacsomag, elég egy egészen egyszerű pár kártya, amivel otthon esetleg römizünk, vagy előtte bűvészkedtünk. Tehát megkértem a nézőket, miután megmutattam a lapokat, hogy nagyon erősen koncentráljanak, pénzre koncentráljanak. Megkértem őket, hogy számoljanak háromig, és a kártyából érdekes módon pénz lett, tehát sikerült kemény dollárokat csinálni az összes kártyalapból. Ez azóta a kedvenc trükköm. Köszönöm szépen! Attila, szia! Szervusz! Nagyon örülök, hogy itt szórakoztatod a nézőközönséget, de hát már befejeztük a műsorunkat, valahogy el kellene köszönni. Persze, nagyon jó. Figyelj, van is egy ötletem, jó? Itt ez a sétapálca, nekem készítették ide. Mit szólsz hozzá? Megpörgetjük így, és kimegyünk fel. Virág, ez nagyon jó. Egy darab van belőle. Tehát egy szál virág, ez kevés lenne ennyi embernek itt a tévében. De teljesen jó. Hát az talán nekem jó lenne, köszönöm szépen. Kendő. A se jó. Hát, csinálj vele valami trükköt, aztán majd meglátjuk, hogy tetszik a nézőknek. Fogom az egészet, így, és le kell takarni ezt a ronda virágot, és azt hiszem, mint már mondtad, hogy virágeső kell, hát itt van egy virágeső. Gratulálok, Attila, nagyon ügyes, hogy várjál, ne hagyj itt engem ennyi ember előtt, valahogy nekem is el kellene búcsúznom. Nekem csak ez a sétapálca jutott, de hát azt hiszem, hogy a nézők kedvéért megpróbálhatunk belőle virágot csinálni, persze. Jó? Akkor gyere, azt hiszem meg. Jó. Hát ez is valami volt. Én ennél sokkal jobbat tudok. Bemutathatom? Persze. Köszönöm. Nem is kell hozzá más, csak három konyakos megy és három sapka. Külön tesszük mind a három sapkát, és mindegyik alá egy-egy bombont rakunk. Így. Már kész is. Most pedig figyeljétek nagyon a kezeimet, mert csalok. Így. Jó finom. Ki a következő? A harmadik? Őt nézi. Egy kicsit sok, de azért megy. Rám van. Most jön a mutatvány második fele. A középső sapka alá fogom mind a három bombot egyszerre varázsolni. Tehát figyelem. Csiribú, csiribá. Hopp. És kész. Most pedig léggömbfújás következik, egy igen különös verseny. A dolog érdekessége az, hogy nem lábbal, nem kézzel nem kell felfújni a lúgballonokat, hanem mivel? Fenékkel. Az itt látható három matrac pumpával kell őket felfújni. Ki vállalkozik erre a feladatra? Gyuri, Zoli, Tomi, légy szíves, fáradjatok ki a székekhez. Felkészültetek? Felkészültetek? Elkészülni! Vigyázz! Rajt! Többieknek lehet drukkolni, persze. Hajrá, Tomi! Hajrá, Tomi! Hajrá! 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 Gyorsan, ez az! Hajrá! Zoli! Zoli! Zoli!
Hajrá, Mária, kukat, hajrá! Hajrá, Mária! Gyorsan! Gyorsan! Gyorsan, oké. Köszönjük szépen, vége a versenynek! Most pedig újra láthattok a kép, láthatjátok a képernyőn a kakukktojás játékot. Három oszlopban találtok növény- és állatneveket. Mindegyikben van egy darab kakukktojás, azaz összesen három kakukktojást kell találnotok. Ha tudjátok a helyes megfejtést, hívjátok fel a 32-333-as telefonszámot. Tehát a telefon 32-333. Most pedig egy másfajta játék következik. Aki szeretne játszani, az szívja fel a 11-565-ös telefonszámot. Találós kérdések. 5 darab találós kérdésre kell válaszolni, gyorsan és ügyesen. Gondolkodási idő sajnos nincs. Aki nem tudja, attól sajnos el kell búcsúznunk. Tehát a telefonszám 11-565. Várom a hívásatokat. Most pedig sport fiataloknak, felnőtteknek, mindazoknak, akik szeretik a technikai sportokat. Első ízben rendeznek Magyarországon világbajnoki futamot motorcrossban. Tegnap délután az időmérő edzéseket bonyolították le, az igazi futamok azonban ma lesznek. Az érdeklődők a Kaposvár melletti cserépfai crosspályára menjenek, ahol délután a világ legjobb crossosait találhatják. Hamarosan láthatjuk interjú a héten készült Baranyú Károllyal, a Súrján részvénytársaság elnök igazgatójával, versenyfőnökével. Két sikeres Európa bajnoki futam megrendezése után a világ élvonalát 21 országból 99 versenyző nevezett. Reméljük, hogy Kaposvár Cserépfán Magyarországon először egy olyan motocross VB futam megrendezése kerül sor, amely mind a nézőknek, mind a rendezőknek, mind pedig a szakértő újságíróknak maradandó élményt fog nyújtani. A 125 köbcentisek jönnek, ugye? Igen, a leglátványosabb, a leggyorsabb kategória. Ezek a motorok a legfürgébbek, a legfordulékonyabbak, és a pálya olyan nehézségi fokú, hogy garantáltan lesznek 30-40, sőt 45 méteres röppályát biztosító ugratók, meredek szakadékok, úgyhogy mindenkinek egyrészt egy veszélyes sportot lesz módja látni, másrészt pedig nagy élményt, nagy látványt. Hogy milyen a VB színvonala, mi sem jellemző arra, hogy 3 héttel ezelőtt a Gardató partján az itáliai futamon a tavalyi itteni EB győztes nem tudott be az első 30 közé. Itt a hátul mögött van egy 40 méteres nagy amerikai asztal, egy ugrató. Magyar versenyzőnek ezt nem sikerült átugrania az elmúlt hetek folyamán. Azt reméljük, hogy a VB élmezőnyének sikerül. Itt több kollégámnak és operatőrnek, sajtós munkatársnak pesgője bánja, ha ez nem sikerül. Aztán látványos lesz még a pálya déli oldala is, hiszen oda is, ahogy látom, most építik éppen az újabb ugratót. Ahogy szokták mondani, azon az ugraton a tüdő elválik a májtól, olyan ugrató, ahol a versenyző bátorságára szükség, hogy neki merjen teljes lendülettel menni, egyfajta differenciálás hoz létre a versenyzők között, aki bátor, az előbbre jut, gyorsabb lesz és jobb pozíciót tud elérni. Természetesen mi itthon azért a hazaiaknak szurkolunk elsősorban. Kiket láthatunk majd itt a mezőnyben a rajtgép előtt? Kamrás Károly az egyik legtehetségesebb magyar versenyző, mivel EB futamon indult, a szabályok szerint nem indulhat VB futamon, de a 125 köbcentiméteres többszörös magyar bajnok Horváth Pál és a legtehetségesebb fiatal utódok egyike Jeszenszky Péter rajthoz fog állni, és a rendező jogán
garancia van arra, hogy a döntő napján is őket láthatjuk, tehát a döntőben a 40 induló között Jeszenszky Péter és Horváth Pál lesz az a két magyar versenyző, akinek drukkolhatunk. Én azt hiszem, hogy ezt kirándulásként is fölfoghatjuk ezt a hétvégét, mert itt sok minden más lesz mindazon túl, hogy egy világbajnoki futam lesz itt a völgyben. Az a tervünk, hogy egy nagyon értékes, mintegy 300 000 forintot érő Honda motort sorsolunk ki tombola ként a kedves nézők között, emellett helikopteres sétarepülés, hőlégballon, lehet jót enni, jót inni, lesz egy ruhabemutató, tehát sokfajta szórakozással állunk a kedves nézők rendelkezésére. Az elmúlt hónapok folyamán létrehoztunk egy 3000 főt befogadó kulturált kempinget, ahhoz tartozó zuhanyozókkal, fürdőkkel, étteremmel, valamint egy 20 darab fürdőszobás szobát magában foglaló motelt. Itt minden ide látogató kulturáltan el tud helyezkedni, ez még két kis horgásztó is csatlakozik, ahol lehet horgászni. Igazetül a programról szombaton és vasárnap. Igen, mint mindent a világban, ez egy cirkusz, utazó cirkusz, ők járják a világot, az autós Forma 1 az hasonlóan pontosan azon a szisztéma szerint, itt is a versenyek szombaton 12-kor kezdődnek, vasárnap pedig 9 órakor, az edzésnapon szombaton a versenyek 17-kor érnek véget, vasárnap pedig 16 óra 30 perckor. Tehát a versenyfutamokat a kétszer 40 percet, azt mikor futják? Azt vasárnap futják, 13 órakor kezdődik az első futam, és 15 óra 30-kor, tehát fél négykor a második futam. A találós kérdésekre már kaptunk telefont. Mindjárt vissza is hívom Szidáki Pétert, csak először még egyszer elmondanám, hogy összesen 3 játékossal szeretnék beszélni, és az 5 kérdésből 5 kérdésre kell válaszolni. Aki nyer, nyer, az kedden délután veheti át jutalmát. Most pedig akkor telefonálok. Tessék, Szilágyi lakát, Szilágyi Péter. Szia Péter, hányadik osztályos vagy? Elsős. És hova jársz iskolába? Kettes gyakorlóba Pécsen. Nagyszerű. Akkor felkészültél az első kérdésre? Igen. Akkor ki mondja az első kérdést? Mehet? 10, 20, 4-et. Mi az? Amikor fejik a tehenet. Nagyszerű. Eltaláltam. Második kérdés? Erdőn vágják, réten hízik. Mi az? Erdőn vágják, réten hízik. Mi az? Gondolkodj! Erdőn vágják, réten hízik. 1, 2, 3. Nem baj, megyünk tovább. Hogy lehet egy óra alatt Pécsről Miskolcra eljutni? Ott vagy még? Igen. Kérdezhetem még egyszer? Igen. Hogyan lehet egy óra alatt Pécsről Miskolcra eljutni? Repülővel. Nem, sajnos nem talált. Mehet a negyedik kérdés? Igen. Ki mondja negyediket? Mondjad. Nem csinálják, mégis lesz. Mi az? Mi az? Nem csinálják, mégis lesz. Időjárás. Nem talált sajnos. Ötös. Ki mondja az ötödik kérdést? Mi a világ közepe? Mi a világ közepe? Koncentrálj! Mi a világ közepe? Sajnálom, sajnos lejárt ez, nem tehetek róla, sajnálom. Szia, köszönöm a játékot. Ne haragudj! Várjuk a következő hívást, tehát a telefonszám 11-565. Igen, látom már a kupakosokat, azt hiszem készülődnek és hozzák nekem a kupakokat. Hát igen, sajnos lassan-lassan lejár műsoridőnk, már csak arra jut néhány percünk, hogy bemutassuk nézőinknek őket. Gyertek, jó cím. Szervusz! Halló, Sárosi Eszter!
Balladner Tamás vagyok, Pécsről beszélek. Szia, hányadik osztályos vagy? Harmadikos. És melyik iskolába jársz? Az Anikóba. Nagyszerű, és most kérdezhetem az első kérdést? Igen. Hogyan hívják Pécs, hogyan húzzák Pécset a talicskát? Nem hívják, tolják. Nagyszerű. Második kérdés, mondhatom? Igen. A világot által éri, mégis egy tyúk által lépi. Fű. Nem. Mehet a harmadik? Igen. Négy testvér egymást kergeti, de egymást soha el nem érheti. Sajnálom, várni nem tudunk. Mehetek tovább? Igen. Olyan tyúkom van, amelyik a föld alá jár tojni. Tehát olyan tyúkom van, amelyik a föld alá jár tojni. Mert az utolsó kérdés? Igen. Zöld mezőben fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Dinnye. Nagyon jó a kérdés. Kettő kérdést kitaláltál. Sajnálom, mivel nem találtad ki az öt kérdést, azért le kell tennem. Szia, köszi, hogy hívtál. Szia. Várjuk a következő hívást. Addig bemutatjuk nézőinek a legeredményesebb falfogót. Halló, Sárosi Eszter. Csókolom, Kostyák Ildikó vagyok. Szia, hányadik osztályos tanuló vagy? Ötödik. Nagyszerű, akkor mehet az első kérdés? Igen. Hogyan húzzák Pécset a talicskát? Nem húzzák, hanem tolják. Négy testvér. Nagyszerű. Négy testvér egymást kergeti, de egymást soha el nem érheti. Kocsikerék. Igen. Gratulálok. Zöld mezőben fekete lovak piros szénát esznek. Görögdinnye. A világot által éri, mégis egy tyúk által lépi. Kocsikerék nyom. Igen. Yes, gratulálok. Az utolsó kérdés. Olyan tyúkom van, amelyik a föld alá jár tojni. Tehát... Tehát akkor még egyszer, olyan tyúkom van, amelyik a föld alá jár tojni. Nem tudom. Nem baj, hogyha nem tudod. Majd kedden délután megkapod a jutalmadat, gyere ide a Lánc utcai stúdióba. Jó? Lánc utca 6. Jó, köszönöm, csókolom. Köszönöm a játékot, gratulálok, szia! Szervusz, te voltál azt hiszem az első, aki így beértél, légy szíves, mutatkozz be nekünk. Mutatkozz be. Varga Gábor. Szia. És szia, melyik iskolába jársz? Topász Vécsényen, Felöltsik osztályon. És mivel fogtad a dugókat? Kézzel. Kézzel? És hány dugót fogtál? 20-at. Oh. Jó. Köszönjük szépen! Azt hiszem csoportokba fejlődtetek, úgy láttam. Tegyék fel a kezüket a csoportok? Úgy. Szilárd és Attila, ugye? Így voltatok együtt. Légy szíves, mutasd meg. Hányat hoztatok? Kerek 20-at is. Mivel szedted a kukat? És kivel voltál együtt? Anyu segített kocsival? Milyen jó. És mennyit fogtál? 23. Igen, azt hiszem eddig te voltál a legjobb. Négyet. Hát, ez nem nagyon jó, de azért legalább találtatok valamit. Köszönöm, ezt is elrakjuk. Attila? Köszönjük szépen. Azért ügyes volt. És azt megkérdezném még, hogy merre jártál?
az Apátai Nevelési Központnál. Akkor azt hiszem, továbbra is várjuk telefonjaitokat. Bizonyára kíváncsiak vagytok a kakukktojás játék eredményeire. Nos, az első oszlopban a kakukktojás a békalencse, mert ő az egyedüli vízi növény ebbe az oszlopban. A második oszlopban a királydínje, mert ez gyomnövény, míg a többi gyümölcs. A harmadik oszlopban pedig a bölömbika, mert míg a többi növény, addig ez madár. A kakukktojást, aki nyerte, kedden délután jöhet érte a jutalomért. Most pedig kisorsoljuk a szerencsés nyertest. Egy páran telefonáltak, nézzük közülük őket. Vagyis kevés volt a helyes megfejtő. Na hát akkor húsz sorsoljatok hozzátok. Kati. Köszönöm. Kostyák Andrea, Laki Imre út 31, telefonszám 34964. Tapsoljuk meg őt is. Hát Andrea kedden délután jöhet a jutalmáért. Ezzel a Pécsvárosi Televízió gyermekműsora sajnos véget ért. Mi még eljátszottunk volna egy-két óráig, de sajnos a műsoridő szűkös. Mi itt ugye nagyon jól éreztük magunkat benne a stúdióban, remélem ti is otthon a készülékek előtt. Búcsúzunk tőletek, és persze a felnőttektől, akik reméljük nem haragszanak, hogy kivételesen a műsor nem hozzájuk, hanem hozzánk, gyerekekhez szólt. De hát gyereknap van. Felhívom még a figyelmeteket arra, hogy ma, a mai nap folyamán még sok ilyen gyermeknapi műsor lesz a pécsi városban. Tehát akkor nézzünk például ízeidőt. A városi gyermeknapi rendezvények közül kiemelkedik az akvárium terrárium egésznapos programja. A gyerekeket 9 órától várják a Munkácsi Mihály utcába, ahol más mellett tanácsokat adnak kisállattartásához, lesz kisállatbőrze is, ti is elvihetitek kedvenceteket, beneveszítitek állatszépségversenyre, és természetesen nagyokat barangolhattok a zegzugos terráriumban. Ja, és még valami. Lesz Lutra album cserebere is. Menjetek el minél többen ma, érezzétek jól magatokat. Vidám gyermeknapot. Majd elfelejtettük. 9 órától 12-ig gyermeknap lesz az ifjúsági házban is. Játszóház, rajzverseny és rajzfilmkoktél várja az odaérkezőket. Fontosnak tartjuk, ezért elmondjuk. A jövő hét végén, pénteken, szombaton és vasárnap egészségvásárt rendeznek a Szivárvány gyermekházban. A 3 nap során az egészség védelme, a betegségek megelőzése áll a központban. Több előadás hangzik el neves szakértőktől, végeznek lakossági egészségügyi szűrővizsgálatokat, és bemutatkoznak az úgynevezett önsegítő csoportok. A vásárt kiállítással is egybekötik, megismerkedhetnek a legújabb gyógyászati eszközökkel és a humán orvosi vizsgálat eszközeivel. Lesz gyógytorna és asszonytorna is. Mindenkit szeretettel várnak a jövő hét végére a Szivárvány gyermekházba. Örömmel adunk hírt arról, hogy a Baranya megyei közlekedésbiztonsági tanács karöltve a társmegyék szervezeteivel, valamint az országos közlekedésbiztonsági tanáccsal idén ismét megrendezi a mozgásukban korlátozottak autós és ügyességi vetélkedőjét. A sérült, autóhoz kötött hölgyeket és férfiakat Szibert pusztára várják június 8-án és 9-én. A versenyzők továbbá egy-egy kísérő szállását és étkezési költségeit a rendezők fizetik. A résztvevőknek elméleti és gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk, közben fakultatív programokon vehetnek részt. Harkányban éjszakai fürdésen, Villányban a történelmi borvidéken tehetnek látogatást. Tehát menjetek el ezekre a helyekre, és érezzétek nagyon jól magatokat. Még nincs ám vége. Ezen a héten megkezdődött a légi szezon a sportrepülőknél, ejtőernyősöknél. A Baranya megyei repülő és ejtőernyős klub meghívására 7 osztrák vitorlázó is együtt gyakorol a hazaiakkal. A gráci repülősök éppen akkor indultak Kiskunfélegyházára, amikor ott jártunk. Balog Árpád reptérparancsnok nem bízott a sikerben, mondván nagyon erős a szél, és ez nem kedvez a műanyag madaraknak.
A vendégek két hetet töltenek itt, ha az idő engedi, szeretnének minél több időt a levegőben tölteni. Az Z-142-es vontatógép ezen a napon 10-szer emelkedett a magasba. Mögöttük a pirátok és fókák voltak kötélre fogva. Megkezdték felkészülésüket az ejtőernyősök is. Ők június 2-án mutatkoznak be a közönségnek, amikor is nagyszabású repülőnap lesz Pogány lépterében. A repülősök és ugrók mellett a modellezők is bemutatkoznak. Érdemes tehát kilátogatni, egy hét múlva lesz látnivaló bőségesen. És egy ritka alkalom mára gyerekek. Utas repültetése vállalkozott a klub kedvezményes ára. 15 perces városfeletti repülés mindössze 1000 forintba kerül. Ritka, maradandó élményt adhat a kicsiknek. Persze csak akkor, ha a szülők áldoznak, és miért ne tenni. Elvégre gyermeknek van. Jó repülést! Mindenkinek további kellemes gyermeknapot kívánok. Szórakozzatok jól, és érezzétek magatokat. Vidámkodjatok, nevessetek, és játszatok. Viszlát egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!